díszőrök, vigyázz! Fogadás középről, tisztel, leg! Díszőrök, vigyázz! Díszőrök, pihenj! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm Önöket a Katonai Emlékparkban az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Simon László urat, kormány megbízottat, professzor dr. Pintér Lajos Magyarország tiszteletbeli főkonzulját, Szuro Brilian úrhölgyet, Székely Kornél úr özvegyét, a Székesfehérváron diszlokáló hazai és több nemzetiségű NATO katonai szervezetek parancsnokait, képviselőit, illetve a társfegyveres testületek megjelent képviselőit. A jelenlevő társadalmi szervezetek vezetőit, tagjait, köztük külön tisztelettel az 1956 szellemi örökségét őrző civil szervezetők képviselőit, dr. Longauer Tibor és Füle Zoltán urakat. Köszöntök valamennyi kedves résztvevőt. Vádirat. A népi demokratikus államrend elleni szervezkedés büntette miatt dr. Nagy Pál és társai ellen indított bűnügyben. A nyomozás adatai alapján a következőket állapítottam meg. Dr. Nagy Pál munkáscsaládból származik, édesapja MÁV alkalmazott volt, jogtudományi egyetemet végzett, majd utána ügyvédjelölt lett. Dolgozott a felszabadulás előtti közigazgatási vonalon, s mint dínok, majd később aljegyző lett. 1948-ig a Városi Tanácsnál dolgozott, amikor is B-listázták. Felesége szüleinek 80 katasztrális volt földje volt a felszabadulás után, illetve a felszabadulás előtt, amikor közigazgatási vonalon már nem dolgozott, a földművelés vonalán dolgozott. Vádirat idején is, mint földműves foglalkozása volt. Gedai István az ellenforradalmi időszak alatt az 5-ös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának volt hallgatója. Pintér Lajos ugyancsak egyetemi hallgató volt az orvostudományi karon, aki az ellenforradalom első napjaiban az egyetemi ifjúság körében fejtett kiszervező munkát, és részt vett a harcokban. Október 31-én megjelent az egyetemen, és ott az egyetem ellenforradalmi bizottságától megbízást kért arra, hogy lejöjjön egy kisebb csoporttal Jászberény és környékére, ahol segítséget kell nyújtani az ellenforradalom szervezésében.
Pintér Lajos szerint egy 3-4 szeméből álló megbízható csoportra volt szükség. Az Egyetemi Forradalmi Bizottságtól írásbeli megbízó levelet is kapott. Így ismerősét, Gedai Istvánt, Zilai Tamás és Kostya Lujza ugyancsak egyetemi hallgatókat választotta ki, akik részéről a legmegbízhatóbbak voltak. Mind a négyen elletek látva a géppisztollyal, a megfelelő mennyiségű lőszerrel, gépkocsit bocsátottak rendelkezésükre, és november 1-én le is jöttek Jászberény városába. Ennek a négy tagú egyetemista ellenforradalmi csoportnak a vezetője Pintér Lajos volt. Jászberénybe való megérkezésükkor azonnal kapcsolatba léptek a Városi Ellenforradalmi Tanáccsal és az akkor már hivatalba lépett dr. Altordai Sándor nemzetőr parancsnokkal. Pintér Lajos, Zilagi Tamással folytatták leginkább a megbeszéléseket a Forradalmi Tanáccsal, és ők vállalták ketten a négyes csoportjukra vonatkozó szervezési feladatokat. A Városi Ellenforradalmi Tanács megbízása alapján Pintér Lajos irányításával november 2. napján Gedai István, Zilai Tamás és Kostya Lujza tevékenyen részt vettek a Forradalmi Ifjúsági Szövetség megszervezésében. Az alakuló gyűléseken jelen voltak, ott felszólaltak, magasztalták és dicsőítették a budapesti ellenforradalmat, példaképül említették meg a harcokban elesett ifjúságot. Megbízást kaptak arra vonatkozóan is, hogy jászárok szállásra menjenek ki, és az ott levő ávósokat vegyék őrizetbe, és állítsák elő. Dr. Altordai Sándor nemzetőrség parancsnoka elé. A megbízás alapján ki is mentek gépkocsival jászárok szállásra, és Füleki nevezetű AVH-s tisztet őrizetbe vették, lefegyverezték, és dr. Altordai Sándor elébe állították, aki az őrizetbe vett szemét letetette a fogdába. Ugyancsak ők négyen gépkocsival Jászjókahalma községbe is kimentek, mert állítólag a községben államvédelmisek voltak, hogy azokat elfogják. Azonban ott nem találtak senkit, amikor kimentek. November 3-án Pusztamonostor községbe mentek ki, ahol a rendőrségen, illetve a nemzetőrség parancsnokságán ellenőrzést tartottak, a fegyvereket számba vették, felkeresték a pártitkárt, kinyitatták vele a szekrényt és a párt iratait magukhoz vették, és azt elhozták Jászberénybe. Még Pusztamonostoron az egyik írásbeli jellemzésből megállapították, hogy az egyik ismerősükről szól, ugyanis Pintér Lajos pusztamonostori születésű szülei is ott laknak. Pintér Lajos, Gedai István, Zilai Tamás és Kostya Lujza állandó agitációt fejtette ki az ifjúság szervezésének céljából, és buzdították a diákságot, a nemzetőröket a hősies harcra. November 4-én a délutáni órákban Pintér Lajos és Gedai István a Városi Tanács épületében tartózkodtak, ahol lázasan folyt a szervezkedés már a város fegyveres védelme érdekében. Kostya Lujza ez alatt az idő alatt a Forradalmi Ifjúsági Szövetségben segédkezett a szervezői munkában, valamint a múzeumban állandó telefonügyeletessel tartotta a kapcsolatot. Délután 4 óra, 10-20 perckor a szovjet fegyveres alakulatok megjelentek a város főútvonalán, és ekkor Pintér Lajos és Gedai István géppisztollyal ráültek a szovjet katonákra, és akkor megkezdődött a tűzharc, mely egészen szünet nélkül éjjel 12 óráig tartott. A fegyveres harcok következménye 2 szovjet katona, 6 magyar állampolgár, összesen 8 halálos áldozata, 6 szovjet katona és 17 magyar állampolgár, összesen 23 sebesült áldozata lett. A középületekben a harcok és belövések következtében 1.114.079 forint kár keletkezett. A nyomozás adatai szerint Pintér Lajos november hónapban diszidált, aki jelenleg is külföldön tartózkodik. Zilai Tamás ismeretlen helyen tartózkodik. Gedai Istvánt és Kostya Lujzát a nyomozás során sikerült kézre keríteni. És most tisztelettel felkérem
professzor dr. Pintér Lajos urat, 1956 aktív résztvevőjét emlékező beszéde megtartására. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az igazgató úrnak, Görög Pistának, és szeretnék minden honfitársamat üdvözölni, kedves hölgyeim, uraim, tábornok urak, és minden résztvevő. Én a forradalomról már nem is akarok többet beszélni, mert én úgy gondolom, a vádirat az a leghitelesebb, amit nem lehet modifikálni, ami megmaradt. Én csak egyet sajnálok, hogy utána én állítólag el lettem ítélve, de az ítéletet sosem tudtam megkapni, de az eredmény az lett, hogy ha én valószínűleg nem sikerül külföldre mennem, akkor én nekem ma már egy kopjafám lenne valószínűleg valahol, mert abban az időben, és hát a fiataloknak mondom, abban az időben az aljas módon kormányra került Kádár elvtárs és bandájának a apró Antal és társai, azok mindent megcsináltak, hogy leverjék és hamisan állítsák be, amit mi csináltunk. Önöknek meg kell érteni azt is, főleg a fiataloknak, hogy tulajdonképpen 50-ban 11 évvel voltunk a háború után. Én akkor 21 éves voltam, egy pár évvel több idős, mint ti voltatok, de amikor mi bekerültünk egyetemre, ami nagyon nehéz és nagyon nehéz vizsgával kerültünk, vizsgát kellett letennünk, hogy bekerülhessünk, akkor nekünk minden évben, mert akkor Magyar Honvédségnek akkor 300 000 katonája volt, ezt a Szovjetunió akarta, és nekünk egyetemistánknak is, akinek nem volt meg a katonai felvételi és a megfelelő katonai egészségügyi vizsgálata, azt nem vették föl egyetemre. Úgyhogy nekünk minden, de nem csak az Orvostudományi Egyetemnek, hanem minden egyetemistának akkor egészen 56-ig minden szombaton katonai elméleti előadás volt. Július 1-én minden magyar egyetemista bevonult katonának. Így abban az egy hónap alatt, mikor katonák voltunk, mindannyian ki lettünk képezve a fegyvereknek a használatára. Ez nagyon logikus volt a Népi Demokrácia hadseregétől, hogy mi orvostudományi katonák a gépesített gyalogsághoz kerültünk, és ráadásul minket először az első évben, én Aszódon voltam, illetve oda vittek bennünket júliusban, egész hónap, egész júliusban, de ahogy említettem, nem csak mi, hanem akkori Magyarország minden egyetemistája, fiúk és lány, az be volt öltözve katonának. Gimnasztorkánk volt, csizmánk volt, meg teljesen olyanok, úgy öltöztük, olyan egyenruhák, mint a szovjeteknek. Itt még meg kell említenem azt is, hogy nem csak fiúk és lányok is mindannyian katonák lettek, és egy hónapig élveztük a katonai kiképzésünket. Akkor az, abban az időben, én sosem felejtem el, nekünk volt egy olyan alhadnagyunk, aki azzal büszkélkedett, ez nem mese, ez így volt, mert én ott voltam és hallottam is mások is, azzal büszkélkedett, hogy őtnek csak 4 elemélye van, és mégis nekünk parancsol. És mi roppant élveztük ezeket, és nem is akarom elmondani, hogy milyen alpári nyelvet használtak velünk, mint egyetemisták, de ez másnap tartozik. Még azt szeretném mondani, hogy mi, és hát sokan nem is tudják, és nem is mondják, hogy én 55-ben, illetve mi egyetemisták, mind a 4 egyetemről, Budapestről, Pécsről, Szegedről és Debrecenből, kb. 450-en voltunk egész országban. Mi mindannyian az Aszódi laktanyába kerültünk. Az Aszódi laktanya arról volt híres, hogy ott voltak, oda voltak behívva az úgynevezett osztályidenek
osztályidegeneknek a gyerekei. Ezt azt hiszem már nem is nagyon tanulják, ezt már mindenki elfelejtett. Az osztályidegen az volt, akinek a papája előző rendszerben katonatiszt volt, ludovikás volt, ügyvéd volt, gyára volt, és akkor amint valaki betöltötte, akkor a 18. évet el kellett menni katonának. És ezeket behívták, de ezeknek fegyvereket nem adtak, hanem ilyen büntető zászlóinak hívták, és akkor ezek ott voltak Debrecenben, és miután mi bevonultunk, akkor ezeket kivitték a mezőgazdaságba, az állami gazdaságba segíteni, meg ott dolgoztak. És de annyit szeretnék mondani, hogy ezek sokan megkérdezik, hogy, illetve sokan nem kérdezik meg, hogy hogy és mit lett az, hogy Magyarországon 50-ben egy forradalom kitört, és főleg fiatalok voltak, fiatal munkások, 18-20-21 éves munkások, egyetemisták. A magyarázata ez. Akkor is, hogyha mi a rendszernek a kiváltságai sai voltunk, de hiányzott valami. Mikor Gerő elvtárs, akkor ő volt a miniszterelnök, elment kibékülni Tito elvtárssal, és újra temették Rajk Lászlót, akit Rajk Lászlót azért ítéltek el, és azért akasztottak föl 49-ben, mert ráfogták, hogy ő is a kommunista párt tagja volt, sőt, még belügyminiszter is volt, ráfogták, hogy jobban a Titoikkal, a szerb rendszerrel, és elárult a hazát. November 56, november 6-án, illetve október 6-án lett az újjáratemetése, és akkor elkezdődött valami a diákok között, és egy olyan történt, hogy ezen a temetésen, az újjáratemetésen körülbelül 200-300 ember vett részt önkéntesen, mert addig csak, amikor fölvonulás volt, akkor nekünk mindig kellett vonulni novemberre, november 4-én, vagy május 1-én, és ez egy spontán megnyilvános volt. És akkor volt a úgynevezett Petőfi kör, ahol az újságírók és a írók voltak, és ők elkezdtek egy ilyen kérdéseket föltenni, hogy tulajdonképpen miért nem lehet néha az embernek a saját gondolatát kifejezni. És akkor elkezdődött, mint hogy egy lavina lenne. A szegedi egyetemisták október 16-án összegyűltek, egy gyűlést tartottak, és elhatározták, hogy kilépnek a DISZ-ből. A DISZ az volt, hogy a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, amiben mindenkinek be kellett lépni, azóta kommunistáknak, illetve a kommunista diktatúrának, a fiataloknak a szervezete. A szegediek október 16-án kiléptek, és aztán utána, mint ahogy mondtam, a lavina, követték a többi egyetemistát. Mi Debrecenben, én Debrecenben tudok beszélni, mert ott voltam, mi Debrecenben mi is megalakítottuk, kiléptünk a DISZ-ből, és megalapítottuk a MEFESZ-t. Erről ma nem sokan mesélnek, annál is inkább, mert akik részt vettünk, egyre inkább kevesebben vagyunk, akik túléltük, és egyre inkább kevesebben vagyunk, akik tudnak is mesélni. És megalapítottuk a MEFESZ-t. Ha megkérdezem tőletek, egyikük sem tudja megmondani, a diákok, hogy mi volt a MEFESZ. Pedig ez volt a lényege, ez tartott össze bennünket. A MEFESZ, Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége. Ez egy spontán szervezet volt, és fölvettük a kapcsolatot. Én még hogy szeretném, hogy ezt tudjátok, ne felejtsétek el, hogy ez egy spontán, és ami utána kezdődött, hogy elkezdtünk beszélgetni, elkezdtünk, szerettünk volna, mi sosem akartunk, sosem gondoltuk azt, hogy ebből egy forradalom lesz, és mi nem is akartuk a forradalmat. Mi egy pár dolgot kértünk, hogy szerettük volna, elkezdtünk beszélni, persze mi akkor nem tudtuk, nem gondoltunk arra, hogy a Szovjetuniónak és a világnak, hogy Amerika és minket már eladott, amikor Jáltában és Poznanban voltak, és addig még nem lesz valami, akkor akár tetszik, akár nem, mi a szovjet érdekszférába fogunk tartozni. Én még azt szeretném mondani, hogy utána és akkor elkezdtük fölvonulni, kértük ezt,
Én emlékszem rá, október 23-án én Debrecenbe vonultam föl, és akkor a Komolcsi Zoltán elvtárs volt a Magyar Dolgozók Pártjának a megyei pártitkára, és fogadott bennünket, mert egészen október 27-ig az akkori kommunista diktatúra, akiket vezették, azok még elfogadták a forradalmat. Nem véletlenül Nagy Imrét választottuk meg, mint miniszterelnöket, akit elfogadtunk, aki mellesleg Nagy Imre a Szovjetunióban volt a második világháború alatt, volt belügyminiszter is, aztán miniszterelnök lett. Illetve aztán volt agrárminiszter és miniszterelnök lett. Mi elfogadtuk, viszont október 27-e után történt valami, ami után Kádár elvtárs megszökött egy pár ismerősével, kiment a Szovjetunióba. Akkor mi még nem is gondoltunk arra, hogy ebből lehet forradalom. Illetve én ahol voltam Debrecen, voltam lövöldözések, nem voltak, csak Pesten voltak, és akkor utána engemet a MEFES diákbizottsága megkért, hogy menjek föl egy másik kollégámmal, másik diáktársammal, menjek föl Budapestre, hogy készítsük elő a MEFES diákparlamenti kongresszusát. És ezért kerültem Budapestre, és akkor itten, amikor én fölkerültem, a Gedei Pista, azt szeretném még mondani, akiről szó volt, ő sajnos itthon maradt. Önnek az volt a szerencséje, hogy én kimenekültem, mert tulajdonképpen ami történt, azt mind én csináltam. Ők csak mellettem voltak, és így nem akasztották föl. Ő csak 4 vagy 5 évet volt börtönben a Kosztolúzzával, ő is, és a Tamás. Minden esetre, hogy én kikerültem ezzel, őknek életüket tulajdonképpen megmentettem. Na most menjünk vissza, a Gedei Pista, aztán börtönben volt minden, és hogy önök talán nem tudják, de érdemes tudni, hogy azért ő sem volt egy buta gyerek, mert ő lett 92-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója, ő régész volt, és 92-93-tól ő volt az Európai Numizmatikai Társaságnak az elnök helyettese. Tehát azért valamit tudott a történelmről. Na, én még azt, arról szeretnék, nem is, mert többet, még egy-két dolgot szeretnék mondani, mert nekünk emlékeznünk kell arra, hogy önök hallották, hogy mit csináltuk. Mi azért mentünk le Jászberénybe, hogy meggátoljuk, és ezt döntöttük el a Budapesti Forradalom Diákbizottságában, hogy mindannyian, aki tud, lemegy vidékre, fegyvereket tudtuk használni, ezért kaptunk fegyvereket, ezért kaptunk autót, és lemegyünk vidékre, hogy meggátoljunk mindenféle túlkapást. Azért mentünk el letartóztatni ezt az Ámos főhagynadot, akit én hallgattam ki még másodikán éjjel a Gedei Pistával. Ő nekem annyi dolgot mesélt, hogy ez nem közös, egy különlet lehetne írni, hogy ők mit csináltak, és tulajdonképpen mit jelent egy államvédelmi hadat az AV-sként dolgozni. És én pontosan azt mondtam neki, amit még a mai napig is állítok, mondtam, látja maguk között az a különbség, hogy mi egy új Magyarországot akarunk, nem egy olyan Magyarországot, ahol elnyomás van. Mi magát letartóztattuk, mi magához egy újjal sem fogunk hozzányúlni, és beraktuk a fogdába. Mi egy újjal sem fogunk hozzányúlni, de egyikük sem, az majd egy, nem egy népbíróság, hanem egy független bíróság dönt el, majd, hogy maguk mit csináltak, és ott fognak felelni. Persze ez nekünk egy nagyon szép álom volt, és mi általában az volt a baj, hogy mi sokat álmodoztunk, és hittünk a világban, hittünk Európában, hittünk Amerikában, és ennyit szeretnék mondani, ne arrogyad, hogy melyik, de én egy-két dolgot szeretnék elmesélni, amit soha életetekben valószínűleg nem fogtok hallani, és nem fognak hallani. Ezt főleg a diákoknak mondom, mert előbb vagy utóbb őnekik kell majd, ha még akarnak, emlékezni ránk, akik valamit csináltuk, és valamire hittünk Magyarországért, mert mi magyaroknak éreztük magunkat, és szerettünk volna egy független Magyarországot. Azt szeretném még mondani, hogy utána, amikor lementünk a vádirattól, hallották, hogy mit csináltunk, lövöldöztünk,
Hogy őszinte legyek, én akkor, amikor rám lőttek a szovjetek, először ilyen páncélautóval, én azért nem a legjobban éreztem magamat, én akkor egy féreg szerettem volna lenni, de aztán utána az ember mégiscsak nált a rohadt életbe. Én itthon vagyok, ezek pedig tennek, és hát akkor is akkor elkezdtünk lövöldözni, és akkor a történetet már tudják. Utána én azt szeretném még önnek mondani, hogy utána nekünk sikerült reggel, november 5-én reggel 4 órakor találkozunk még a Kosztolúzával, Gedei Pistel, és akkor elmentünk, átsétáltuk, átmentünk egy ködös időben, sosem felejtem el, egyetlen ruhánkot, minden, átmentünk Tápióselére, a Blaskovics kastélyba, ahol a Gedei Pista már kutatásokat végzett, és a volt tulajdonosok, mivel már idősebb emberek voltak, 70-en túl voltak, a népi demokráciától a diktatúrát megkapták azt a lehetőséget, hogy a saját kastélyba lehettek portások, és takarítani kellett neki. És ők elbújtattak bennük a cipincébe. Én még szeretném mondani a fiataloknak valamit, én ezzel vállom a felelősséget. Mikor ott voltunk lenn a pincében, akkor néha-néha hallgattuk Amerika hangját. Amerika hangja, azt mondtam, során végettem, nem felejtem el, ezt egy különben egy amerikai nagykövetnek is megmondtam. Azt mondták, fiatalok, álljatok ellen, harcoljatok, majd küldjük az ENSZ-t, hogy jönnek az amerikaiak mindent. Én még mindig vártam, egyszer megkérdezem, jó pár éve elmondom, én mindig várom az amerikaiakat, akik azt mondták, hogy majd állítólag jönnek. És csak azt akarom mondani, hogy akkor is, mint több százszor, amikor a magyaroknak meg kellett védeni nem csak a hazájukat, hanem Európát, akkor sok esetben mi csak magunkra maradtunk. Mit ebben az esetben is, mert az amerikaiaknak első álkában sem volt, hogy vagy Európának, persze akkor még gazdaságilag problémák is voltak, hogy bárki értünk tett volna valakit. És ezért nyugodtan én elmondhatom azt magunknak, hogy én október 31-én a Diák Szövetség, mi november 1-én mentünk le Jászbénybe, 31-én mi a Diák Szövetség vezető, meg Diák Parlament előkészítő bizottsága, még találkoztunk Nagy Imrével. Azt nagyon jól tudják, hogy Nagy Imrét, annak ellenére minden. Nagy Imrét azt tisztelnünk kell, mert ha ő kompromisszumot kötött volna a Kádár elvtárs és a többiekkel, akkor őt valószínűleg nem akaszták be, de nem csinált kompromisszumot, és ezért mindig tisztelni kell, hogy vállalta a magyarságot és a magyar forradalmat. Én azt szeretném mondani, hogy sok esetben, amikor mi védtük, ahogy említettem, tulajdonképpen bennünket jófarán nem segít, de senki, csak magunkra kellett támaszkodnunk. Én még szeretném még azt elmondani, hogy miután Jászberénybe átmentünk Tápióselére, fölkerültem Pestre, és mikor Pesten Asztúriával szemben egy diákotomba kaptam egy menedékjogot, mondjuk így, és mivel apám vastas volt, ahol hallottátok, én nem Pusztamonoston születtem, de az apám ott volt állomásfőnök, és a MÁV korrádból ismertem, elmentem a MÁV korrádból, és az orvosok adtak nekem egy papírt, oroszul meg magyarul, hogy én a forradalmat egész idő alatt Budapesten voltam. Tehát, hogyha valaki megállított, mert akkoriban Budapesten reggel, délután 5 órától reggel 7-ig kiállási tilalom volt, és aki kint volt, arra lőttek. Na most még az is, még hozzá kell tennem megint a fiataloknak, hogy nektek hinni kell valamiben, én hiszek a gondviselésben, meg vagyok győződve, de ha nem lett volna a gondviselés, akkor engem már régebbtől akasztanak. Apró elvtárs, Apró Antal, meg a Kádár elvtárs. Mindegy, csak azt szeretném neked mondani, hogy ott is a véletlen, én egyik délután, én nem is akartam elmenni, Magyarországról, mert aztán mondták, jönnek az amerikaiak, így, úgy, és akkor még annyi
illúzió volt, hogy talán a világ nem olyan, mint amilyen, és akkor egész véletlenül én a MÁV kórházból jöttem végig a Podbanzicki utcán, aztán a Bajcsin, aztán akkor az Engels téren, aztán mentem, és egész véletlenül én találkoztam a nagybátyámmal. Én az életemben talán ő volt az egyik, hogy életben vagyok, talán ő volt az a meghatározó személy, aminek én közeledtem. Én nekem a nagybátyám, az apámnak a testvére, ő jogot végzett, azt hiszem a 70-es, illetve a 40-es, 42 éves években, és aztán bevittem egy jóképű, egy fiatal, hogy jó állapotban, beírták katonának, és akkoriban az egyetemistákat elvitték 6 hónapra a Ludovikára, és őnek kimondták le, hogy kinevezték karpasszonális őrmesternek, aztán elvitték ott volt a Donkanyarba, és egész véletem, ahogy mondom, én jöttem az kollégiumba, ő pedig a postán dolgozott, és a postának ott volt a Szabadsághíd, illetve az Erzsébet híd mellett a székhelye. És akkor találkozom velem, és akkor mondja, te mit csinálsz itt? Hát mondom, Zoli bácsi, én itt vagyok, mert azt mondja, hogy itt vagy. Hát miért nem vagy otthon? Miért nem vagy Debrecenben? Hát mondom, azt mondja, te csináltál valamit a forradalmat? Hát mondom, valamit. Lőttél az oroszokra, a szovjetekre? Mondom, igen. Hát akkor te marha, mit csinálsz még itten? Hát mondom, majd jönnek, segítenek az amerikák. Azt mondja, ilyen hülyeséget ne is mondjál nekem. Ha életbe akarsz maradni, akkor szedd össze magadat, minél hamarabb, a vasutasonkor keresztül menj a déli pályaudvarra, lépj le minél hamarabb, mert hogyha itt maradsz, föl fognak akasztani téged. És hála ennek én elfogadtam, és én nekem sikerült november 28-án, már akkor itt az eltársak már verték, apámat is, az öcsémet is kimentek Pusztamosra, összeverték a voltávosok, az úgynevezett puvajkások, és aztán az volt a szerencse, hogy ők nem tudtak rólam semmit sem, egészen 40, illetve 57 áprilisáig, amikor már régen Olaszország voltam. Én úgy gondolom, hogy én a forradalomról, amit mi csináltunk, a vádiratban benne van, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy aztán az elítélő okiratot nem tudtam megkapni, de annyit tudok, hogy engemet, én non grata persona voltam, engemet egészen 1989. szeptemberig, októberig nem engedtek haza, amíg én, amit van, önök tudják, akkor a Mészáros volt, azt hiszem a miniszterelnök, amíg a Népi Demokrácia volt akkor. Míg minden politikai elítélt foglalt nem részesült felmentésbe. És akkor én kaptam egy telefont római magyar nagykövetségén, kétszer is haza szerettem volna jönni, de mondták, hogy én nem jöttek haza, nagy invetemítésre haza szerettem jönni, mondták, hogy nem lehettem jöttek haza, én nem non grata, nem vagyok elismert személyiség, és valószínűleg azért, mert akkor le kellett volna, hogy tartóztassak. Minden esetben akkor már olasz állampolgár voltam, én 63-tól olasz állampolgár lettem, és elmet hazaengedtek. Először hazajöttem október, illetve szeptember 2-án vagy 3-án, 89-ben, és aztán miután hazajöttem, 33 év után azért Magyarország egészen másnak tűnt el. Minden esetre én egyet szeretnék nektek mondani, a fiataloknak főleg. Bárhova kerültök, ha hittek valamibe, mert az embernek baromi sok nehézséget kell átmenni, meg kell tanulni a nyelvet, be kell illeszkedni, aztán dolgozni is kell, és nem mindig a legegyszerűbb. A katonáink is tudják, amikor kikerülnek külföldre, hogy mit jelent. És csak azt akarom mondani, hogy egy a legfontosabb, az a legfontosabb, hogy az ember mindig higgyen valamiben, és érezze magát, hogy hova tartozik. Mert én, amikor el voltam kenődve, vagy nehezen mentek a dolgok, én mindig gondoltam.
Én nekem van egy hazám, van egy Magyarországom. Én nekem a szüleim, nagyapám jutott, a nagyapám az Doberdóba sebesült meg, az is csinált valamit ez az országért, és nekünk, ahogy mondja, nekünk itt ehhez kell tartoznunk, ezt kell éreznünk, hogy miénk, mert abban a pillanatban, ami most már megint az Unióba kezd, ezt én vállom a felelősséget, ami kezdott el jönni, hogy állandóan noszogatnak bennünket, és én megmondtam, én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, én nem akarom, hogy ide mindenki ide jöjjön, én csak azt akarom vendégül látni, akit én szeretnék, és én befogadok, és én szeretnék nem megváltoztatni a dolgokat. Én szeretem a magyarokat, én nekem itt vannak az unokatestvéreim, itt vannak eltemetve az apáim, anyáim. Hát én nekem miért kell megváltoztatni Magyarországot? Akkor is, hogy a kicsik vagyunk, de azért én ezt főleg nektek mondom, nektek az a fontos, ha bármit akartok csinálni, hogy érezzétek, hogy van egy hazátok, és egy hazátok, amért ti az őseik éltek, amért ti felelősek vagytok. Van egy olasz közmondás, azt mondja, chi non rispetta il passato, non ha né presente, né un futuro. Aki nem tiszteli, és nem emlékszik a múltjára, és ahogy mondtam, nem tiszteli, annak nincs se jelenje, se lövője. Remélem, Magyarországnak lesz jövője. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, koszorúzás következik. Kormányhivatal nevében koszorút helyez el dr. Simon László kormány megbízott. Székesfehérvár helyőrség katonái nevében koszorút helyez el Koroncai Tibor alezredes és Csaba Tibor alezredes. Székesfehérváron diszlokáló NATO alakulatok nevében Somogyi Zoltán dandártábornok és Topor István ezredes. We'll be right back.
1956-os Pesti Srác Alapítvány nevében dr. Longauer Tibor, Füle Zoltán, Szuro William és Binzer Erika. Vitézi rend nevében Vitéz Mihály Katalin székkapitány és Vitéz Kovács Tibor vitézi hadnagy. Tartalékosok Országos Szövetsége nevében Nagy Lajos tartalékos alezredes. És társadalom baráti kör székesfehérvári szervezete nevében Sie Sándor, Sándor Csaba és Pap István. Nevében dr. Görög István és Olá László.
tisztelt megemlékezők! Ünnepségünk ezen a helyszínen a szózat hangjaival ér majd véget, mielőtt bejelentem, hogy a rendezvényünk Székely Kornél grafikus művész, a mi forradalmunk, amely megrengette a kommunista világot című kiállításának megnyitásával folytatódik. Kérem önöket, hogy majd oda is tartsanak velünk. Tiszőrök, vigyázz! Fogadás középről! Tiszteleg! Díszőrök, vigyázz! Díszőrök, pihenj! Díszőrök, vigyázz! Lassú dísz, felállítás helyről. Lépés! Indulj!